Sziasztok, Kovács Gergő vagyok, és a Beauty szisztem System videóját látjátok, milliómos kozmetikus sorozat. A korábbi videómban említettem azt, hogy, hogy ugye most ősz eleje van, és korábbi videómban említettem azt, hogy beszéltem egy-két partnerünkkel, egy-két meglévő partnerünkkel, és a meglévő partnerek beszámolói alapján, mi volt az a hmm, hogy mondjam, nem is hibának mondanám, inkább hiányosság, ami miatt. Uh, mi volt az a legnagyobb probléma, ami, ami, ami azt okozta, hogy mondjuk egy uborka szezon problémát jelentett a nyáron, vagy ami egy nyár utáni, ugye egy most őszi, jó, kemény áh, újraindulást áll, amikor, amikor, hiszen az ősz, meg az új év a legnagyobb újraindítások időszaka, uh, ilyenkor nagyon, nagyon nagy a hajtás, mindenki is nagyon nagy a vásárlás is, nagy ilyenkor a pénzmozgás, a gazdaság ilyenkor a pörög. Azt mondják, hogy az utolsó harmadban, tehát az utolsó négy hónapban ugyanannyi pénzmozgás van a gazdaságban. Emberek egyszerűen jobban pörögnek gazdasági szempontból, ugyanannyi van, mint az azt megőrző nyolc hónapban. Úgyhogy ez egy kemény négy hónap, amilyenkor vár az emberre, az a szeptember, október, november, december, ez nagyon kemény időszak, olyan szempontból, hogy keményen pörög a pénz. És nagyon sokan vásárolnak, nagyon sokan fizetnek be szolgáltatásokra, stb. 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 És ezt ki kell használni. Beszéltünk arról az előző videóban, hogy, hogy, hogy a, akinek már van meglévő üzlete, annak sajnos olyan problémák vannak ilyen tekintetben, hogy nem tudja kihasználni ezt, és azért nem tudja kihasználni, mert a, a vásárlóit, a meglévő vevőit, a meglévő vendégkörét nem tudja elérni, mert nincsenek meg a telefonszámok, e-mail címek, nevek, ez okvetlenül fontos ahhoz, hogy kommunikálni tudjuk azt, hogy milyen szolgáltatásaink vannak, és miket szeretnénk uh, eladni, mi, miket tudunk kínálni a keresletünknek. Jó, kicsit ilyen alapvető gazdaságtan, de, de ez akkor is a gyakorlatban így működik. Tudjunk kommunikálni arról, hogy, uh, hogy milyen szolgáltatásaink vannak, és az, az kell, hogy meglegyenek az e-mail címek, telefonszámok, nevek. Uh, de erről beszéltünk a múltkor, amiről mi, amit, amivel még találkoztam a nyár folyamán. Rengeteg, rengeteg ö, kontakt van. Én gyűjtöm azokat az embereket, azoknak az embereknek a kontaktjait, akik megkeresnek minket. Az hogy gépet szeretnének vásárolni, ö, vagy van már teljesen mindegy, hogy, hogy honnan jött. Van, van már kozmetikája, nincs még, van szépségszalon, most tervezi, ö, korábban ezt csinálta, elment dolgozni, de most újra szeretné. Bárki felhív minket, akár, akár meglévő ügyfelünk akár meglévő partnerünk felhív minket, hogy hú, szia Gergő, megint szeretnénk egy gépet. Ha a hívás órájában az a vásárlási szándék, amiért megkerestek minket, nem valósul meg, tehát nem kapunk egy megrendelést egy gépünkre, akkor ez az illető fölkerül egy érdeklődő táblába nálunk. Így működik. Jó, valaki megkeres minket, fölkerül egy érdeklődő táblába, ahol pontosan ott van dátum szerint vezetve, hogy 2018. szeptember 19. Ott van még a neve, Judit, hívják bárhogy, ha nem tudom a nevét, akkor azt írom, hogy hölgy, vagy, vagy úr, teljesen mindegy ott van a telefonszáma, minden elérhetősége, milyen gép után érdeklődött, ö, nagyjából mit ígértem neki, vagy ő mit ígért. Vissza fog hívni, ezt még, ezt még le kell rendezni, és utána jelentkezni fog. Felírom, hogy mikor keressem őt legközelebb, és utána pedig ö, nyugtázva van, ö, utána mindig, amikor valamilyen kontaktfelvétel van, akkor én ezt frissítem. És minden egyes egy sor, egy-egy egy érdeklődött jelöl. Amikor utána valaki gépet vesz ö, tőlünk, akkor kizöldelem a sort, mint hogy szuper, ugye meg volt a, 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 vásárlás. Ha valaki abszolút elemondta ezt a sort, tehát abszolút elemondta a vásárlási szándékát, mert közli, hogy hát végül úgy alakult, hogy én teljesen más lett az életem, kiköltöztem külföldre, stb. Akkor az piros, akkor kap egy piros jelzés, hogy ne keressem többet. De amíg valakinek nincs amúgy részemről zöld vagy piros jelzése, addig én ezt keresem. Hetente, aztán havonta, aztán negyed évente, aztán fél évente, aztán évente, amíg nem lesz piros vagy zöld. És, és pont ennek kapcsán rengeteg olyan, még úgymond szintelen, tehát magyarul érdeklődött, de még még nem jutottunk el a vásárlásig, vagy az egyértelmű nemig. Rengeteg olyan érdeklődő van. Aki, aki, még azért nem vett gépet, mert nem mer bele, mert most vágna bele a szépségiparba, most vágna bele abba, hogy fú, nyitne egy üzletet, nyitne egy kozmetikát, nyitne egy fodrászatot, nyitne egy szépségszalont, és vacilál, hezitál, nem tudja még, nem biztos benne, rengeteg ilyennel találkozok, és ők úgymond, akik kezdik ezt az iparágat, és nekik szeretném ezt a videót most csinálni, nem akarok hosszúra húzni a dolgot, tényleg pár perc az egész. Sok, sok úgymond olyan kérdés felvetül, amik nagyjából megegyeznek. Ugye ezek a gyakran ismétel kérdések, amikre nagyjából most választ szeretnék adni ebben a videóban, és ezzel eloszlatva egy csomó félelmet. Ezek ilyen alap dolgok lesznek, aztán a végén személyes hozzáfűzésem is lesz a dologhoz. Például, oké, akkor kezdjük a legelején. Ha valaki eldönti, hogy, hogy szeretne egy üzletet nyitni, én azt mondanám először is, mindig megkérdezik, hogy milyen engedélyek kell ennek ehhez, non-invazív gépekhez ma Magyarországon bárki bármit mond, mert mondhatja nekem akárki, mondhatja bárki, aki elment egy kozmetikai suliból, és felvilágosítani erről, meg arról, meg amarról. A törvény az törvény. Ma a vámtarifaszám besorolás alapján kell bejelenteni egy-egy gépnek a, működés működési engedélyét, illetve okmányiradáknál ennek kapcsán kérik be a, egy helység működésére vonatkozólag az engedélyeket. De ma Magyarországon a sima fizikai javító tevékenységre vonatkozó szolgáltatások végzéséhez nem kell üzletnek működési engedélye legyen. Ha csak ezt csinálja a cég a, a, a szépségszalon, te, ha csak ezt csinálod, nem kell működési engedélyt kiváltani. Ha már árulsz egy sznickerszt, egy csokit, egy, egy, egy pilóta szeletet, egy, egy, egy akármit árulsz, 50 forintért már kéne működési engedély. Ha árulsz egy kiegészítőt, ha árulsz egy cellulit killer szérumot, ami ugye egy fantasztikus szérum, de árulsz egy ilyen szérumot, már kell működési engedély. Ha, ha bármi, ha belépő jegyeket árulsz egy, egy fesztiválra, teljesen mindegy, mire, Ö, már kell működési engedély, mert megkeresett a, az évente megrendezésre kerülő ö, beauty kiállítás azzal, hogy, hogy fú, fia, legyél a partnerünk, árulj te is hozzánk, jó? És akkor egy egy négy ezer, és akkor kapsz kettőt. Akkor már kell működési engedély. De egészen odáig, hogy csak fizikai közelzetjavító tevékenységet végzel, ami azt jelenti, hogy masszírozol, testkezelsz, minimális szinten arckezelsz, fodrász vagy, bármi, ami nem invazív tevékenység, tehát magyarul nem sértett fel a vendég bőrét, hanem pusztán az ő alapvető jogilag, jogilag ma Magyarországon az alapvető, alapvetően neki a relaxációját, a relax érzetét, a közérzet javítását szolgálod, amíg csak ez a szolgáltatás zajlik az adott helyen, és nem több. Tehát magyarul nem árulsz mellette semmit, és nem végzel egyéb szolgáltatásokat, addig nem kell működési engedélyt kiváltsál. Tehát bátran bele lehet kezdeni, még csak az okmányi irodában kell elmenned miatta. Jó? Tehát addig nyugodtan lehet ezt csinálni. Öh, sokan egyszerűen túlmisztifikálják még, szóval ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez erről tudjatok, hogy, 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 hogy nem kell működési engedély. Tehát ha ilyen tevékenységet szeretnétek végezni, az egyetlen magyar állam felé történő elszámolási kötelezettségetek, vagy bejelentési kötelezettségetek, de a kötelezettség, administratív, az az, hogy, hogy egyrészt az alapvető higiéniai dolgoknak meg kell felelni, tehát legyen mosdóhely, legyen WC, Ezekre, ezekre, mert különben fel tudnak dobni titeket, hogy nincs bejelentési kötelezettség, de megfelelési kötelezettség van. Ami azt jelenti, hogy nem kell bejelentsed, hogy te ilyet csinálsz, de ha kapsz egy ellenőrzést, nekik hatalmukban áll megtenni, hogy, 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 hogy felszólítanak arra, hogy bizonyos változtatásokat tegyél meg az üzlethelyiségben, hogy, hogy fent tartani a működésedet. Tehát nincs bejelentési kötelezettség, amikor megcsinálod, szabadon elkezdheted. De, ha valaki, valami kedves vendég, feldob téged azzal, hogy egy, egy egértanya, ahova, ahova ő masszázsra jár, vagy 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 kavitációs kezelésre jár, vagy terméskezelésre jár, vagy mezoterápi teljesen mindegy, egy egy egér tanya, és csótányok futkároznak mindenhol, és mellette a kínai kifőzdének jön át a, a zsíros gőze, ö, akkor ki lehet hozzád, igen, az ANTS, és, és megmondhatja azt, hogy fú, ne ragudjon, de itt még WC sincsen, se semmi nincsen, ez így nem lehet. Tehát így, így nem lehet szolgáltatást végezni, csinálni ide egy mosdóhelységet, zárja el külön a helységet, stb. De amíg nem dob fel valaki így, addig, addig, neked nincs bejelentési kötelezettséged. Egyszerűen elkezdheted csinálni. Alap az, hogy felelj meg alapvető ugye a szolgáltatáshoz kapcsolódó igényeknek. Tehát nagyon legyen mosdóhelységed, legyen egy, ami, ami ugyanazon fizikailag, intézményileg ugyanazon épületen, illetve ö, ingatlanon belül van. Ami azt jelenti, hogy ha te egy nagy ö, szépségszalon komplexumban bérelsz egy szobát, nem kell a szobához közvetlenül csatlakozzon egy mozdóhelyiség, de magában a komplexumban kell legyen. Ugyan ezt egy tökéletes példája ennek egyébként az edzőtermek, amikor valaki edzőterem, edzőteremben bérel egy kozmetikát, vagy éppen csak egy kis helyiséget, az egyeteremnek a van mosdója, nekem az már tökéletes. Jó? Csak a vendég számára elérhetőnek kell lennie. Jó, úgyhogy szerintem ezt kivesésztük, Ö, Tehát alapvető higiéniai dolgoknak meg kell felej, de nem kell bejelentsed, tehát nem kell emiatt rohangászni sehova, nyugodtan elkezdheted a működést, ezeknek azért kell megfelelje, mert alapvető egyrészt szerintem egy emberi dolog is, hogy ezek legyenek meg, másrésztről pedig, hogyha valaki följelente miatt, akkor, akkor viszont már az ántésznek joga van kijönni és azt mondani, hogy ellenőrzés van, akkor sem fog megbüntetni. De azt, fogja, de azt mondhatja, hogy ezt meg ezt a változást be kell vezessed, különben be kell zárjál. Jó? Tehát ez, ezt erről tudnod kell. De ez Magyarországon ezerből egy helyet érint. Tehát bárhová elmentek, kibéreltek egy, egy helyiséget, ez ezerből egy helyet fog érinteni. Ha azt látjátok, völütitek, és most eljutottunk oda igen, hogy, hogy gyakorlatilag szerintem, hogy azt mondod, hogy, hogy oké, okay, jó, akkor nem kell. Ez, 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 ez az első számú, gyakran ismétel kérdés. Milyen, milyen engedéke? Semmilyen. Jó, meg lehet kezdeni non-invazív gépekkel, amúgy amit mi árulunk, azok mind non-invazív gépek, ez a www.fogyasztógépek.hu, Beauty Body System, mi csak non-invazív gépet árulunk, de hogyha nagyon érdekel, hogy mik még a non-invazív gépek, mert valami gépet kinéztél, és akár nálunk, akár máshol, nekem mindegy, és meg szeretnéd venni, nyugodtan keres meg minket, a www.fogyasztógépek.hu oldalon bármilyen kontaktot találsz, írjál, hívjál, megmondjuk, hogy, hogy az non invazíve vagy nem. Jó? Ezen nincs probléma. Oké. Okay. Uh, szóval el is jutottunk oda a legelső számú, legnagyobb oroszlán, vagy félelemig, uh, hogy, uh, hogy, 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 igen, hogy milyen engedélyek kellenek, úrista, jó semmilyen, ez kell. A NAV felé uh, számlandási kötelezettségek persze, hogy kell rendelkezni neked vagy a komplexumnak. A, lényeg az, hogy akinek fizet a vendég, akinek fizet a vendég, annak számlát kell adnia nyugtát, de alapvetően, hogyha számlát kérne, akkor fizikai közérzetjavító tevékenységről a számlát adjon ezt, ha már valakinek van cége, vagy egyéni vállalkozása, akkor könnyedén a könyvelő egy kattintással gyakorlatilag fölveszi ezt a tevékenységi kört, nem probléma. Itt is csak akkor szokott probléma lenni, ha most csináltok céget, vagy egyéni vállalkozást, és rögtön erre kéritek ki. Mert akkor viszont az okmányért a behívhat titeket, és kérheti tőletek az erre vonatkozó végzettséget, hogy mutass be egy, egy, egy bizonyítványt. Itt viszont közlöm, hogy nem feltétlenül kell ok lennie a bizonyítványnak, csak hivatalos bizonyítványnak kell lennie. Tehát nem feltétlenül kell ok lennie, ha bármilyen egyéb bizonyítványtípus, azt is elfogadja a, 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 az iroda. Nagyjából ez még nem mindig így van. Biztos, hogy van egy ügyintéző, aki le fog egyszer majd akadni ezen, és ti majd engem szítok ebben a videóban, de ez ez 20 19-szer, hogy biztos vagyok benne, hogy így van, mert én magam is már átestem ezen a rostán, anno, nekem is fizikai közelszerűen javító tevékenységre, amikor annó kiváltottam, csak a sima masszörű végzettségem volt, és nem is ok és, és ugyanúgy megkaptam. Jó, úgyhogy elvileg ez így működik. Emiatt csak elfejlődni tehát. Jó, szóval eljutottunk oda, hogy, hogy, hogy kibéreltek egy, egy üzletet. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy, hogy emiatt már nem feltek, hogy mi lesz veletek, jó? <laughs> hogy, hogy, hogy ú, jogilag elkezdhetem -e, vagy nem? van -e erre módom, vagy nem? Én erre alkalmas vagyok, nem? Ezen lépünk túl, igen, el tudjátok kezdeni, semmi akadály nincsen Magyarországon, nem kell hozzá űrtechnikusnak lenni. A következő nagy kérdés, illetve megakadás, inkább így mondom, azon szokott lenni, hogy hú, hol béreljek üzlethelyiséget. Ez szokott a legnagyobb gond lenni, mert az üzlethelyiség bérlés önmagában, tehát a nagy falat, főleg kezdéskor, ne, 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 béreljetek hatalmas üzlethelyiséget, és hatalmas alatt hát 20 négyzetmétert is értek. Fölösleges, egyszerűen nincs rá szükség. Minek? most kezditek, egy vendégetek sincsen. Jó alapesetben. Tehát minek 20 négyzetméter üzlethelyiség, és van, van aki nem 20-at vesz ki, hanem 40-et, 50-et, meg 100-at. Mondtam, hogy a végén mondok személyes sztorit, én annól úgy kezdtem, hogy 230 négyzetmétert béreltem ki amúgy a feleségemmel együtt. Közösen elkezdtük ezt csinálni, egy, egy szépségszalont az elején. Aztán más vállalkozásokban kezdtünk, de teljesen mindegy. De, de az elején közösen elkezdtünk csinálni egy szépségszalont, 230 négyzetméteren. Tehát ő mindig elmondja ezt a történetet amúgy ö, a, az ismerőseinek, illetve a hallgatóságának. De, de három hónap után csődbe mentünk, ö, nem csoda. Tehát teljesen felesleges, ö, hatalmas helyekkel kezdeni. Egyszerűen úgy sem jön be annyi vendég, hogy kitermelje a bérleti díjat. Kezdjetek piciben kezdjetek mindenképpen kicsiben. Én azt mondom, hogy a legjobb az az, ha találtok egy működő szépségszalont, egy már működő szépségszalont, vagy egy már működő edzőtermet, ez a kettő nagyon jó. Mert ez egy rengeteg ember forgalmat jelent alapvetően önmagában ugye a helyiségben, és ott kibéreltek, vagy, egy, vagy az is jó, hogy egy kicsi fakkot, egy kis ágyat, egy, 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 egy kétszer, két méter, két három méteres helyiséget, ahol befér egy ágy, meg egy, meg egy gép, és, és ennyi, fuf, és megkezdtétek. De, de az is jó, hogyha a váltó műszakban be tudtok valaki mellé jelentkezni. Hogyha mondjuk ki van írva egy szépségszalonnál, ami működő, és van mert minden. Törekedjetek arra, hogy lehetőleg egy csomó más szolgáltatás legyen a helyiségben, amit már más csinál. Fodrászat, köröm, kozmetika, mit tudom, minden legyen ott, és ti legyetek a plusz egy. Ez a legjobb menjetek el egy ilyen helyre, és hogyha van ott mondjuk váltóműszak, tehát mondjuk azt mondom, hogy szabad a szerda péntek hétfő, vagy a hétfő szerda péntek a szabad, mert kettő csütörtök szombatra van egy bérlőnk. Akkor mondjátok, puf, lecsaptál rá, na, na neked ez kell. Jó, ez ilyenekre kell vadászni, plusz edzőtermek, edzőtermeknek, a különböző edzőtermeknek rengeteg helysége van, ami kiadós, az a jó az edzőtermekben, hogy nekik minden engedélyük eleve ki van váltva. Ők megfelelnek minden követelménynek, a eseteknek a tényleg, pff, a legnagyobb, nagyon ritka az, hogy egy edzőterem nem felel meg a, a ANTSZI-hez vagy bármilyen vendéglátói kötelezettségnek, tehát ők megfelelnek már, hogyha ott találtak egy, egy kicsi helységet, és majdnem mindig van, amit ki lehet bérelni, csapjatok le rá, szerintem az a legjobb. Ugyanis rengeteg vendég megfordul az edzőteremnek, rengeteg, és mindenkinek az a célja, hogy hát, szebb legyen, tehát jobban nézzen ki külsőleg. Meg belsőleg. Tehát na, a lényeg az, hogy fejlődni, hogy a testükkel foglalkoznak, az egészségük, fizikai, a fizikai egészségükkel és ö, jól kinézésükkel, hogy így mondjam, foglalkoznak, az a kör, aki odajár, és őket nagyon jól meg tudjátok csípni zsírbontásra, arcfiatalitásra, bármi, narancsbőrkezelésre, ezeket cí, ez, ezeti ez keresletetek, ez a amire vadásztok, és egy edzőterem ezt nagyon jól megtaláljátok. Tehát vagy működő edzőterem, vagy működő szépségszalomba, fodrászatba, bármi ilyesmibe, társuljatok be úgy, hogy kibéreltek ott egy pici helyiséget, nem kellene egy pici, és akkor nem kell azzal foglalkoznatok, hogy, 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 hogy külön még ilyen re, rezsit fizetni külön, tehát úgyhogy, most akkor mennyi a gáz, mennyi a víz, mennyi a villany, Ezeket a helységeket általában úgy adják ki, hogy fix pénzre. Tehát azt mondják, hogy figyelj, ott van az a hely, kiadó, az egy 3x3-as szoba, nincs benne senki, a kiadó, most mondjuk szám számára 60 ezer forintért havonta. Jó? Ha érdekel, akkor, akkor alá a szerződést. És, és ide azonnal kivetted és használhatod. Az még jó az ilyen helyekben, hogy mivel működő helyek általában például ki van festve. Tehát már nem nagyon kell vele mit csináljál, be kell tegyél tényleg egy pár bútort és kész, mehet a menet. Ö, és a pár, eljutottunk oda, hogy akkor pár bútort betenni. Ö, hogyha például, most mondok egy, 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 példát. Nálunk van, ami, ugye az egyik legjobb gépünk, a BBS 602, ö, 5 az egyben gép, az egy kavitációs rádiófrekvenciás zsírbontó bőröfeszesítő gép, van a arckezelőfej is, mindenki imádja azt a gépet. Ö, mindenkinek mindenkinek jó üzlet az a gép, mert a vendég nagyon jól alakul rajta, nagyon jól fiatalodik vele, és a nektek pedig, aki használja a gépet, illetve nekinek van az a gép, nagyon jó keres vele. Úgyhogy, igen. Szóval, vettetek egy ilyen gépet, mondjuk tőlünk, mi kell hozzá? kell még hozzá egy kis, kis, kocsi, egy gurlós kocsi, amire ráteszitek a gépet, ez kb. 20 ezer forint, a alap gurlós kocsi, vesztek még egy, egy, egy ágyat, egy volt szaronunk utána, nem a, egy, egy simá összehagyható összehajtható ágyat, hogyha vesztek kezdésre, tökéletes, 30 ezer forint környéke, és tökéletes kezdésre, nem kell jobb kezdésre, elég az kezdésre, bőven elég. Tehát, ha egy olyat vesztek, vagy használtam vesztek egy, egy kozmetikai jágyat, az is jó. De 30 ezer forintból megoldjátok. Tudom, hogy felmentek a netre és kozmetikai jágy, így meg így állítható, gépi, hidraulikus, mitől 300 ezer forint. Nem kell. Minek? Tehát kezdésre nem kell. Elég egy 30 ezres ágy, higgyétek el nekem. Csináltunk, miután az első szalon tönkrement, utána volt még kettő. És a, a második szalon, ö, és ha azt emlékszem, valami 18 ezerért vettünk egy ágyat, azért, mert az előtte, ami volt összehajtható masszázságy, az már úgy roskadozott, olyan nyikorgás volt rajta, mert már közel ezer alkalommal feküdtek rá. Ezerszer, ezer, ezer vendéget kiszolgált, nem ezer vendéget, de ezer alkalommal jött rá egy vendég. Képzeljétek el, mennyit termeltekünk az a 25 ezer forintos ágy. Összehajtható ágy amikor rászánunk magunkat, hogy ah, ez már nem lesz jó, és emlékszem, akkor a dia volt a, kezelő lány nálunk, talán ő talált egy kezelő ágyat használtan, amelyik valami kórházi ágy volt, de tő, tökéletesen megfelelt az is, 18 ezer forint, tényleg 10 ezer volt, tehát ez és tökéletesen működött. Imádták a vendégek azt az ágyat, és nem, egy ágy, csak fel tudjon feküdni, és hajrá, mehet a kezelés. Jó, kéne még egy szék neked, ami körülbelül ugyanúgy 15-20 ezer forintból megvan. Neked meg a vendégnek, tehát mondjuk az a két szék esetén ez, ez akkor legyen 30-40 ezer forint, meg egy fogás, amire földobja a, 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 kabátját, a székre meg letette a táskáját, és puf, meg vagy, mehet. Tehát most, most mondtam neked bútorba a maximum 100 ezer forintért bútort. Két képet fölteszel a falra, egy rádiót beteszel, hogy, hogy legyen valami hangulat, kész egy 100 ezer forintért bebútorozta a helyet, kibérelted 60 ezerért, mondjuk kifizettél két havi kauciót, és tehát 180 ezer, ugye az első havi példati díjjal 180 ezer, meg 100 ezerért bútor, ez 280 nál járunk. Ha már van géped, ha még nincs, vegyél nálunk, részletre is adunk, jó? Mi ebben tudunk segíteni neked, tehát hogyha még nincs géped, akkor vegyél egy jó gépet, amit mondtam az a BB602, egy nagyon jó gép, nagyon. De ha még nincsen, nézz körbe persze, ha nálunk veszed tök jó, és ha nálunk veszed, akkor, akkor nagyon jó 0%, abszolút 0%-os részletfizetést is tudunk egyébként adni. Tehát ezzel anyagilag nem lesz probléma, hogy elindulj, hogyha rajtunk múlik. És a bútorzatot pedig mondom, 80, mi ez? 280 ezer forintból megoldottad. 280 ezer forintból van egy, elkezdted a bérlést bútorral mindennel elkezdted a bizniszt, elkezdted az üzletet, és onnantól már csak az a dolgot, hogy, hogy bevonzd az első vendégeket, amit mondom, hogyha egy olyan helyen vagy, amit, uh, ahol eleve van vendégkör, akkor könnyen meg tudod oldani. Ebben a videóban most már nem akarok erre kitérni, hogy ezt hogy tudod megoldani, és már több videó készült róla, de akkor legyen a következő videó témája az, hogyha elkezdünk egy, uh, egy üzletet, akkor hogyan tudunk, uh, hogyan tudunk Beszelt, nem is beszélni, hogyan, hogyan, tudjuk bevonzani az első fizető vendégeket. Jó, hogyan tudjuk elkezdeni gitermelni a bérleti díjunkat, a gép részleteit mondjuk, vagy hogyan tudjuk visszaszerezni a befektetett összegünket egy-két hónapon belül. Jó, ez lesz a következő videó témája. Ugye a végére mondtam, hogy mondok egy személyes sztorit és igazából közben elmondtam. A személyes történet az lett volna, hogy hogy, 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 mennyire drágán kezdtünk el bérelni egy, egy üzlethelyiséget, egy fölöslegesen nagy üzlethelyiséget közel havi félmillió forint ment el rá, kb. bejött egy hónapba 50 ezer, tehát körülbelül így képzeljétek el. Ö, és ez így ment lejjebb amúgy utána 40 ezerért, aztán meg 100 ezerért béreltünk ki egyet, de a 100 es ez már egy jó döntés volt amúgy. 40 ezer helyett akkor már kinőttük. Jó. Egy lényeg, hogy tehát el tudjátok kezdeni, higgyétek el, nem kell hozzá jogilag semmi. Egy cég kell, csak, aki tud akik tud hivatalosan üzemeltető lenni, és tud ö, ilyen fizikai közérzetjavító tevékenységről számlát adni. Ö, ennyi. Tehát másra nincs szükségetek, és plusz még kb. 280 ezer forintba fog kerülni az, sasz per kb., hogy elkezdjétek mondjuk egy edzőteremben, kibéreljétek egy pici helységet, kaucióval mindennel, első hónapot ki is fizetétek, meg kicsit pár bútor betesztek, és puff, mehet. Jó, úgyhogy fel a fejjel, és le a hezitálással, elég a hezitálásból, nem kell többet rágódnotok, hogy elkezdjétek-e vagy nem, abszolút nem kell, csak vágjatok bele, csináljátok. Jó, munka mellett is lehet egyébként simán csinálni, föl kell venni egy kezelőlányt, erre is tudok nektek egyébként tanácsokat csak, atent, de ez már ez a videó legyen, mert ez már nagyon hosszú lesz ez a videó. Ö, jó, hogyha sok érdeklődés lesz annak kapcsán, hogy hogyan vegyetek fel a kezelő lányokat, akkor na, csinálunk róla egy videót, jó? De a legközelebbi videóban arról lesz szó, hogy, ö, hogy, 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 hogy hogyan tudjátok elkezdeni felfuttatni nulláról az üzletet. És az azt követő videóban pedig arról beszélünk, hogy hogyan tudtok kezelőlányokat szerezni teljesen hivatalosan, teljesen tisztán, semmi 500 forint per óra, és akkor csönd legyen meg ilyenek, amúgy is megy már 500 ért dolgozni komolyan. Szóval, szóval semmi ilyesmi jó, csak az, hogy hogyan tudok legálisan kezelőlányokat szerezni magatoknak. Jó pénzért. Oké, okay. ennyi volt a videó, remélem, hogy hasznosnak találtátok, remélem, nem hezítátok tovább, és belevágtok az üzletbe. Sok sikert kívánok, mostanra és a jövőre való tekintettel is. És persze visszatérő vendégeket. Sziasztok!